Fent a magasban és lent az óceánok mélyén, földünkön mindenütt pezseg az élet. Sokak szerint az élet maga a csoda. De vajon a tudomány képes-e magyarázatot adni arra, hogy miként jött létre az élővilág? Az evolúció elméletét 150 éve támadják a kritikusai. Azt állítják, tele van hiányosságokkal, és az elmélet hiányosságai éppen a teremtő kezére utalnak. Kinek van igaza? A mindennapi tudomány megvizsgálja az egyik legfontosabb tudományos kérdést. Igaza volt-e Darwinnak, vagy sem? Mindennapi tudomány. Vajon Darwin tévedett? A vita sosem volt még ilyen heves. Háborúról beszélhetünk. Csata zajlik két világnézet között. Hiszük, hogy az evolúció elméletét a különleges teremtés alternatív elméletével párhuzamosan kell tanítani. Ez a teremtés alapja. Isten szava igaz. A teremtésnek és bármilyen természetfeletti lénynek nincs helye a tudományban és az osztálytermekben. Vannak, akik szerint az élet annyira bonyolult, hogy léte csak egyetlen módon magyarázható, a teremtő áll mögötte. A másik oldalt azok képviselik, akiknek meggyőződése, hogy a természet mindenfajta külső segítség nélkül képes létrehozni az élet számtalan megnyilvánulási formáját. A folyamatnak nevet is adtak. Ez az egyik legvitatottabb szó minden nyelvben. Az evolúció. Egyetlen szó és egy forradalmian új elképzelés. Mindez szinte kizárólag egyetlen ember agyából pattant ki. Ő Charles Darwin. Az evolúció elmélete egy nagy utazás alkalmával született meg. Charles Darwin természettudós 1831-ben 5 éves világkörüli útra indult. Közben kövületeket, növényeket és állatokat gyűjtött. Miután hazatért Londonba, 22 éven át rakta össze annak az elméletnek a mozaikjait, amely az élővilág változatosságának kialakulására kereste a magyarázatot. A tudósok már Darwin idejében is tudták, hogy a távoli múltban a Földet ma már nem létező élőlények népesítették be. Akadtak közöttük furcsa, félelmetes szörnyetegek, amelyekhez hasonlóakat ma sehol sem találunk. Mások ismerősebbnek tűnnek. Annyira hasonlítanak a mai állatokhoz, hogy nyilván rokonságban álltak velük. Lehet, hogy a mai állatok és növények az ő leszármazottaik? Lehet, hogy egy faj idővel átalakulhat egy másikká? Darwin szerint a válasz igen. Elméletét 1859-ben a Fajok eredete című könyvében tette közzé. A könyv megrázta a tudományos világot. Lapjain Darwin 3 merész kijelentéssel állt elő. Először, az élet régi, már több száz millió éve létezik. Másodszor, egyetlen vagy csak néhány egyszerű élőlény volt a kezdet, és belőlük alakultak ki a ma élő fajok milliói. Harmadszor pedig az új fajok létrejöttének hajtóereje az a különleges erő, amelyet ő természetes szelekciónak, vagyis kiválogatódásnak nevezett. Az istenfélő emberek nem kerülhették el a megdöbbentő következtetést. Az életnek nem volt szüksége teremtőre. De vajon igaza volt-e Darwinnak? Filmünkben egyenként megvizsgáljuk Darwin állításait, hogy lássuk, igazak-e vagy hamisak. Ha csak egyetlen állítás nem állja ki a próbát, az elmélet romokban hull a földre. Lássuk először, hogy mikor alakult ki az élet. Darwin nem állítja, hogy tudja, miként kezdődött az élet, de azt igen, hogy régóta létezik, szerinte több száz millió éve. Ellenzői szerint azonban az élet fiatal, mivel Isten az utolsó 10 000 év alatt teremtett minden élőlényt. Kinek van hát igaza? Mikor kezdődött az élet?
Martin van Kranendon geológus Nyugat-Ausztráliában a Föld legidősebb kövületeinek a nyomába eredt. A kövek a régmúltban élt élőlények máig megőrződött maradványai. Ausztráliának ezen a részein a kövületek a lehető legközelebb visznek minket egy rendkívüli pillanathoz. Ahhoz, amikor minden elkezdődött. Ez a szikla azért érdekes, mert a földi élet legkorábbi bizonyítékait őrzi. Az itt látható hullámos alakzatok nagyon különböznek attól, amit általában láthatunk ebben a geológiai környezetben. Csak élőlények hozhatták létre. Ezek a stromatolitok, amelyeket a tengerben élő baktériumtelepek építettek fel. A biológusok szerint ilyenekből alakult ki minden más élőlény, köztük mi is. Úgy tekinthetünk rájuk, mint a saját dédszüleink dédszüleinek a dédszüleire, illetve az ő dédszüleikre, és így tovább. A tudósoknak meggyőződésük, hogy az ilyen képződmények élőlények maradványai, mivel közvetlen leszármazottaik ma is léteznek, innen csak nem 1000 kilométerre, Ausztrália nyugati partjainál, a cápaöbölben stromatolit képző baktériumok telepei élnek. De vajon milyen idős a Föld legrégibb kövülete? Bizonyítja-e, hogy az élet nagyon régi, ahogy Darwin érvelt, vagy éppenséggel fiatal, ahogy ellenfelei állítják? A tudósok bombabiztos módszert használnak a kőzetek korának megállapításához, a radiometriát. A kőzetekben lévő radioaktív elemek idővel lebomlanak. A bomlás mérésével a tudósok 0,1%-os pontossággal meg tudják állapítani a kőzet korát. Amikor a geológusok vizsgálat alá vették az ausztráliai stromatolitokat, kiderült, hogy koruk 3 milliárd 560 millió év. A kutatók már a tucatnyi kövület típust fedeztek fel, amelyek kora meghaladja az 1 milliárd évet. Abban a kérdésben, hogy az élet régie vagy új, Darwinnak nagyon is igaza volt. Az élet kora 1000 millió években mérhető. Mi a helyzet azonban a második állítással? Darwin azt mondta, hogy az élet egy vagy legfeljebb néhány egyszerű lénnyel kezdődött. Ezekből az egyszerű lényekből évmilliók múltán új fajok alakultak ki, belőlük pedig később ismét új fajok. A folyamat fajok millióit hozta létre, amelyek egyre változatosabbak és egyre bonyolultabbak lettek. A kreacionisták viszont úgy tartják, hogy az élet nem változott. A teremtő egyszerre alkotott meg mindent úgy, ahogy ma is látjuk. Kinek van hát igaza? A válasz kedvéért legjobb megvizsgálni a kövületeket. A világ múzeumai kövületek millióit őrzik. Ezekből megtudhatjuk, hogy milyen volt az élővilág a Föld történetének különböző szakaszaiban. Mivel a radiometria segítségével minden kihalt élőlény korát meghatározhatjuk, tudjuk, hogy mikor és milyen sorrendben éltek. Ha Darwinnak igaza volt, joggal várhatjuk, hogy a legkorábbi kövületek egyszerű élőlényektől származnak, és ahogy az idő múlik, a kövületek egyre változatosabbak és bonyolultabbak. Hogy képünk legyen arról, milyen élőlények éltek a Földön és mikor, képzeljük el az élővilág egész történetét úgy, mint egy 400 méter magas felhőkarcolót. A földszint képviseli azt a pillanatot, amikor a Föld kialakult, nagyjából 4,5 milliárd éve. A 90. emelet teteje a mai nap. Az épület minden emelete 50 millió évet jelent. Hat ezer év, vagyis az emberiség történelmének az a teljes szakasza, amelyről egyáltalán tudomásunk van, mindössze 5 milliméter. Ilyen vastag a festék réteg a tetőn. Az élet első nyomai 3,5 milliárd éve jelentek meg, vagyis a 22. emeleten. Ekkor találkozhatunk először stromatolitokkal, de semmi mással. A stromatolitokat baktériumok hozzák létre, amelyek a legegyszerűbb élőlények közé tartoznak. Az élet kezdetei tehát egyszerűek, éppen úgy, ahogy Darwin állította. Ha azonban megyünk előre az időben, mikor lesznek az élőlények bonyolultabbak és változatosabbak? A következő 1400 évben, vagyis 28 emeleten át kevés a változás.
az életet továbbra is egyszerű, egysejtű lények képviselik. 2,1 milliárd évvel ezelőtt az 50. emeleten találjuk az első olyan sejteket, amelyeknek sejtmagjuk van. Ilyen sejtek építik fel a mai élőlények 99%-át. Innentől kezdve egészen a 80. emeletig, vagyis 600 millió évet kell utaznunk, hogy rábukkanjunk az első állatokra. A tudósok szerint ezek a néhány centiméter átmérőjű korongok csésze alakú állatok maradványai, amelyek az iszapos tengerfenéken éltek, hasonlók a mai tengeri rózsákhoz. Végül, két emelettel később az élet végre igazán nekilendült. Ezek a fantasztikus állatok 500 millió évvel ezelőttről, a kambrium időszakból származnak. Nagyon különböznek azoktól az egyszerűbb élőlényektől, amelyek addig léteztek. Fejük és végtagjaik voltak. Különös alakjuk és tagolt testük arra utal, hogy az élővilág változatosabb és bonyolultabb lett. A kövületek kora igazolja Darwin jóslatát. Az élet egyszerű alapokról indult, és csak sokkal későbbről vannak bizonyítékai a bonyolultabb élőlényeknek. Az élővilágot tehát nem egyszerre teremtették, hanem 1000 millió évek alatt alakult ki. Az evolúció elmélete kiállta a második próbát is. Darwinnak azonban a harmadik állítása az, amelyen hírneve nyugszik. Ez ad magyarázatot arra, hogy miként lett az élet bonyolultabb. Darwin szerint a természet különleges ereje hozta létre az új fajokat. Ennek az erőnek a természetes szelekció nevet adta. De mi is a természetes szelekció? És valóban képes-e átalakítani a baktériumokat olyan változatos, bonyolult élőlényekké, amilyeneket ma ismerünk? A közép-amerikai Panamában járunk. Amikor felkel a nap, az erdő életre kel. Fajokban ez az egyik leggazdagabb élőhely a Földön. Minden másnál jobban szemünkbe ötlik a cáfolhatatlan tény, az élet változatos. David Rubik, a Smithsonian Trópusi Kutatóintézet biológusa 30 éve tanulmányozza az itteni állatvilágot. Még ilyen hosszú idő után is rabul ejti az apró esőerdőfolt élővilágának sokfélesége. Nézzük csak, mi zajlik itt. Ha körbetekintünk erről a pontról, majdnem 500 nappali lepkefaj találunk ebben a félhektárnyi trópusi esőerdőben. Még azon a kis területen is, amelyet a teljesen kinyújtott daru befog, a tudósok 240 növényfajt, több mint 4000 rovarfajt és közel 50 emlősfajt számláltak össze. És a felmérés még folytatódik. Vajon mi hozta létre ezt a káprázatos változatosságot? És hogyan jött létre a fajok sokasága? Egyesek úgy gondolják, mindez csak is egy isteni teremtőműve lehet. Darwin viszont azt állította, hogy a fajok természetes módon alakultak ki az általa természetes szelekciónak nevezett folyamat során. Ez az egyik legmerészebb a valaha megfogalmazott elméletek közül. De vajon mi a természetes szelekció és hogyan működik? Hogyan képes egy irányítatlan, vak természeti erő új fajokat létrehozni? Darwin szerint a válasz ott rejlik, ahol egyáltalán nem sejtenénk. A természetben zajló, véget nem érő mészárlásban. A természet könyörtelen. A legtöbb élőlény azt sem éri meg, hogy egyáltalán esélye legyen szaporodni. Ez nem csak az állatokra vonatkozik, a növények zöme is fiatalon pusztul el. Darwin szerint azonban a szörnyű vérengzésből gyönyörű dolog születik. Bizonyos egyedeknek olyan tulajdonságaik vannak, amelyeknek köszönhetően jobb eséllyel maradnak életben. Például élesebb a látásuk, vagy gyorsabban futnak, így könnyebben elmenekülhetnek a ragadozók elől. Az ilyen egyedeknek nagyobb az esélyük arra, hogy utódaik legyenek. Ez a jelenség a legrátermettebbek fennmaradása. Főleg a leginkább rátermettek azok, amelyek átadhatják tulajdonságaikat a következő nemzedéknek. Yeah.
A természetben benne van a jövő, és a jövő mindig az erőseké. Darwin szerint a kis eltérések a nemzedékek során nagy különbségek kialakulnak át. A látás élesebb lesz, és a láb gyorsabb. Végül a változás mértéke akkora, hogy már új fajról beszélhetünk. Ez magyarázatot ad arra, hogy miként lesznek az élőlények egyre bonyolultabbak. De hogyan lesz az élővilág egyre változatosabb? Hogyan lesz egy fajból kettő? Darwin szerint a válasz a környezetben rejlik. Képzeljük el, hogy egy csapat barna medve elhagyja természetes otthonát, és a sarkvidék felé veszi az irányt. Új környezetbe kerülnek. A világosabb bundájú medve könnyebben vadászik fókákra, és nagyobb eséllyel marad életben. A világosabb bundájú medvék jobban szaporodnak, és végül a medveállomány színe megváltozik. A tudósok szerint pontosan ez történt. A barna medvék egyik populációja lépésről lépésre jeges medvévé változott. Egy fajból kettő lett. Ez hát Darwin nagyszerű elmélete, a természetes szelekció által előidézett fejlődés. A fajok szerte ágazhatnak, akár a fa ágai, és idővel az ágakból új fajok alakulnak ki. Az elképzelés rendkívüli. Az apró változások, melyek mindegyike valamilyen kis előnyt kínál, új faj keletkezését eredményezhetik. De vajon igaz ez? Darwin ellenfelei azt mondják, hogy nem. Azzal érvelnek, hogy sok állat szervei és azok működése annyira bonyolult, hogy fejlődéssel nem jöhetett létre. Ilyen a kolibri szárnyának aerodinamikája, a szívpumpáló mechanizmusa, az aktív agy idegsejtjeinek ingerületvezetése. Vajon ezeket a természet feletti tervező hozta létre, vagy a természetes szelekcióval alakultak ki? Darwin kritikusai egy bizonyos szervre összpontosítják támadásukat. Szerintük a szem csak akkor működik, ha minden alkotó része kialakult. A fényképezőgéphez hasonlóan a szemnek is lencsére van szüksége a kép fókuszálásához, szivárványhártyára a belépő fény mennyiségének szabályozásához és receptorokra a fény érzékeléséhez. Azt kérdezik, mi haszna lenne egy félig megalkotott szemnek? Ha a tudósok bizonyítani akarják, hogy a természetes szelekció működik, be kell mutatniuk, hogy a szem kis lépésekkel alakult ki. Mindegyik lépés előnyt kínál az előzőhöz képest. A svédországi Lund Egyetemén Dan Erik Nilsson az állatok látását kutatja. Meggyőződése, hogy a szem nem egyetlen alkalommal, hanem többször is kialakult a természetes szelekció révén. Ezek a kocka medúza látóképletei. Az állatnak négy van belőle. Mindegyik képletben található egy nagy lencsés szem, egy kisebb lencsés szem, egy pár részszem, és egy pár gödörszem. Összesen tehát 24 szeme van, agya viszont nincs. A mi szemünk nagyon kifinomult, de vajon kialakulhatott-e ilyen egyszerű szemekből? Nilsson modelleket készített, amelyekkel bemutatja, hogy a természetes szelekció apró lépésekkel bonyolult látószervé alakíthatja át a fényérzékeny sejtek egyszerű csoportját. Az első lépés a szem evolúciójának legkorábbi szakaszát képviseli. A fényérzékeny sejtek lapos foltja több ezer nemzedék után mélyedéssé süllyed. Ha ezt a modellt a fény felé tartjuk, láthatjuk, hogy a lapos bőrdarab nem nyújt információt a lámpa helyéről. Ha viszont a szemgödör apránként mélyebb lesz, az elülső nyílás pedig, amelyet itt pingponglabdák képviselnek, kisebb, a lámpa iránya egyértelműbbé válik. Mindegyik lépés előnyt jelent az előzőhöz képest. Ehhez hasonló gödörszemek találhatók bizonyos lapos férgeken. A fény irányának érzékelése hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhessék a ragadozókat. Nilsson szerint egyes állatokon a mélyedés elülső nyílása egyre kisebb lett.
Nilsson bemutatja, mit tesz ez a változás a képpel. Olyan modellt használ, amelyen fokozatosan zárható szivárványhártya is van. Ha a szivárványhártya teljesen nyitott, a kép nagyon elmosódott. Ha integetek a kezemmel, látni, hogy valami mozog, de éles képről nem beszélhetünk. Minél jobban zárul a szivárványhártya, annál élesebb a kép. Csak az a baj, hogy nagyon halvány, hiszen a fénynek át kell jutni egy nagyon apró nyíláson. A hátrányok ellenére az apró nyílással működő szemet ma is megtaláljuk a Nautiluson. Az igazán nagy fejlődést az jelentette, amikor a természetes szelekció révén kialakult a fény fókuszálása. Ezzel a kis szerkezettel, ami egy vízzel tölthető lencse, fokozatosan fókuszálhatjuk a fényt. A lencse vízzel való feltöltésével fokozatosan alakíthatjuk a lencsét, amíg a kép egyre élesebb lesz, és amíg ki nem alakul egy szép, valóban éles kép a retina alján. Az íris és a lencse kombinációja egy pontos képet hozott létre a retinán. A természetben minden valószínűség szerint akkor alakultak ki a lencsék, amikor a szemet kitöltő áttetsző folyadék egy része besűrűsödött. Ez lassan elkezdte fókuszálni a fényt, és a látás élesebb lett. Ismét csak minden lépés az előző javított változata. A modellek azt szemléltetik, hogy a szem a természetes szelekció révén fejlődhetett, épp úgy, ahogy Darwin állította. A kambrium időszakban, 543 millió évvel ezelőtt a táplálékszerzési verseny, a ragadozók előli menekülés és a párkeresés meggyorsította a szem evolúcióját. Ugyanez érvényes más bonyolult szervekre is, így a csapkodó szárnyakra és a dobogó szívre. Nilsson bemutatója bizonyítja, hogy Darwin elképzelése a természetes szelekcióról elméletileg lehetséges. De vajon igaz-e ugyanez a gyakorlatban is? Mi a bizonyíték arra, hogy az evolúció ilyen kis változások lépéseivel történt? Az evolúció hívei azt állítják, hogy minden nagytestű állat, amely ma a szárazföldön él, az embert is beleértve, a vizet elhagyó halaktól ered. Ha viszont egyes halakból szárazföldi állatok lettek, mi bizonyítja ezt? Valamennyien ismerjük azt az elképzelést, hogy emberszabású majmoktól származunk. Ha viszont még jobban visszamegyünk az időben, őseink a kövületek alapján még jobban különböztek tőlünk. Hogy lássuk, honnan származunk, képzeljük el, hogy ez a felhőkarcoló képviseli az élővilág történetét a Földön. A földszint a Föld kialakulásának ideje nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtt. Ahogy haladunk felfelé, minden emelet 50 millió évet jelent, az épület teteje pedig a mai nap. Ha felmegyünk a 87. emeletre 250 millió évvel ezelőttre, a saját elődeink a hüllők, a mai gyíkok, teknősök és krokodilok rokonai. Ugorjunk lejjebb egy emelettel, tehát 50 millió évvel korábbra, és kétéltőek vagyunk. Még lejjebb két emelettel 400 millió évvel ezelőtt őseink primitív tengeri halak voltak. A kövületek nagy vonalakban elmesélik múltunk rendkívüli történetét, melyben az élőlények lépésről lépésre új fajokká alakultak. Csak hogy van egy probléma. Ha alaposabban megnézzük, a kövületek sora nem teljes. Rések vannak benne, és az onnan hiányzó láncszemek kétségbe vonják Darwin elméletét. Vajon léteznek ezek a hiányzó kövületek? Csak még nem találtuk meg őket. Vagy Darwin tévedett? Amikor Darwin 1859-ben elméletét papírra vetette, az ős maradványok sorában roppant hiányosságok mutatkoztak. Az emberi evolúcióról nagyon keveset tudtak, ugyanis egyetlen ember előd maradványa sem került még elő. A kihalt madarak, mintha semmiből bukkantak volna fel a kőzetekben. Arra sem volt bizonyíték, hogyan léptek ki a halak a tengerből a szárazföldre. A legfontosabb láncszemek hiányoztak. Ha Darwin elmélete megállja a helyét, a tudósoknak meg kell találniuk a hiányzó láncszemek
növényeket, vagyis azokat az átmeneti állatokat, amelyek az evolúció fokozatos lépéseit képviselik. Neil Shabin, a Chicagói Field Múzeum és Egyetem paleontológusa, az egyik legfontosabb hiányzó láncszem megtalálásán fáradozik. A világ tele van hiányzó dolgokkal. Pont ez a jó a tudományban. Ha mindent megtaláltunk volna, nem lenne mit csinálni. Azt reméli, hogy megtalálja a halak és a kétéltőek közötti átmenetet képviselő állatot, amelynek alapján megtudhatjuk, miként lépett ki az élet a szárazföldre. Kutatásai során a Föld egyik legészakibb vidékére jutott el. Az Ellesmere-sziget alig 1000 kilométerre fekszik az északi sarktól. Ez a hely azért érdekes, mert ma sarkvidéki a táj, ahol pézsmatulkok és jegesmedvék élnek. Ha azonban benézünk a kőzeteibe, trópusi világot találunk, trópusi növényekkel és trópusi halakkal. Az itteni kőzetek valamikor az egyenlítőn feküdtek. A lemez tektonikai tevékenység miatt azonban több százmillió év alatt az északi sark felé tolódtak. A kőzetek 375 millió évesek, valamivel korábban keletkeztek tehát, mint amikor az első szárazföldi állatok megjelentek. Ha a halak kiléptek a vízből, akkor Shabin szerint ezen a helyen tették. Shabin és munkatársai 5 éven át járták ezt a kietlen tájat, miközben a hiányzó láncszemre utaló jeleket keresték a kőzetekben. Azonban nem találtak mást, csak tengeri állatokat. Végül 2004-ben szenzációs leletre bukkantak. Kis csontdarabokat vettünk észre a felszínen. Leástunk, és egy olyan réteghez jutottunk, amely egész csontvázakat tartalmazott. Ezután ástunk tovább, amikor az egyik kollégám, sose felejtem el ezt a pillanatot, szóval a kollégám elpattintott egy követ, és egy koponyát talált, ami kiállt a szikla oldalából. Megnéztük, és kiderült, hogy egy lapos fejű állaté volt. Ez a lapos fejű állat nem hasonlított semmilyen halhoz, ami a vízben él. Tudtuk, hogy megtaláltuk, amit kerestünk. Ez volt az 5 éves terep munka csúcspontja. A laboratóriumban gondosan eltávolították a kőzetet a kövület körül. Bámulatos volt az eredmény. Egy állat, amely tökéletesen áthidalta a halak és a szárazföldi állatok közötti szakadékot. Pikkelyes volt a háta, akár egy halnak, és úszói voltak. Itt láthatók az úszói. Ám a szárazföldi állatokhoz hasonlóan nyaka is volt. Ezért a fejét a testétől függetlenül tudta mozgatni. Lapos fején felül viselte a szemeit, akár a krokodilok. És ami a legérdekesebb, amikor szétszedtük az úszót, olyan csontokat találtunk benne, amelyek megfelelnek a mi karunk csontjainak. Váll, könyök és csukló. Az állat a Tiktaalik nevet kapta, ami inuit nyelven nagy édesvízi halat jelent. A Tiktaalik igazi hiányzó láncszem, halra emlékeztető pikkelyei vannak, és járásra való lábai. Ez bizonyítja, hogy a szárazföldön járt, de a tengerből származott. Bármilyen hihetetlen, ő az egyik ősünk. A lábak elősegítették a szárazföldre kilépő halak fennmaradását. Ugyanis olyan előnyt biztosítottak, amely sikerre vitte a lábakat és a szárazföldön járást. A Tiktaalik, mint hiányzó láncszem bizonyítja, hogy Darwinnak igaza volt. Nagy szerencsénk volt azonban, hogy rátaláltunk. Becslések szerint a Földön valaha élt fajok közül csak minden ezredikről maradtak meg kövületek. Ha belegondolunk, hogy 6 évnyi kemény munka után fedeztük fel a Tiktaalikot, fogalmunk lehet arról, hogy milyen nehéz megtalálni az átmeneti alakok kövületeit. Ennek ellenére csak nem minden jelentősebb evolúciós átmenettel kapcsolatban ismerjük a közbülső formákat. Darwin óta a tudomány jelentős mértékben előre haladt. A kövületvadászok sok úgynevezett hiányzó láncszemet találtak. Például az Archaeopteryxet, vagy a nemrég Kínában felfedezett madárkövületeket, amelyek a hüllők és a mai madarak közötti hiányt hidalják át. Afrikai ásatások során pedig 10-nél is több emberfaj került elő. E kövületek alapján tudjuk, hogy mintegy 4 millió évvel ezelőtt egy emberszabású majom agya folyamatosan növekedett.
Az állat elkezdett két lábon járni, és megtanulta az eszközök használatát. Lépésről lépésre kialakult a mai ember. Darwin elmélete megjósolta, hogy ennek az átmenetnek léteznie kellett. A leletek bizonyítják, hogy a természetes szelekció képes új fajokat létrehozni, például minket is. Darwin elmélete eddig kiállta kritikusainak fenntartásait. Megállja-e azonban a helyét a következő kihívás előtt is? A Földön élő sok ezernyi állat között akadnak, amelyek olyan szépek és annyira feltűnők, hogy nem maradhatnának életben. Az evolúció olyan tulajdonságokat részesít előnyben, amelyek a fennmaradást segítik elő. Sok madár azonban olyan színpompás, hogy a ragadozók már egy kilométerről is észrevehetik. Hogyan magyarázható ez a természetes szelekcióval? Hogyan alakulhattak ki olyan állatok, amelyek szinte könyörögnek azért, hogy egyék meg őket? Az Indiában őshonos páva gyakran szerepel az egyik legvérszomjasabb ragadozó étlapján. Ez a vadász a tigris. A szabad természetben élő madárnak a legkevésbé sincs szüksége olyasmire, ami akadályozza. Például ekkora tollakra, amelyeket könnyen meglátnak a ragadozók, és amely lassítja a menekülést. A kreacionisták szerint a magyarázat kézenfekvő. Isten teremtette az ilyen állatokat. Az evolúcionisták számára azonban az ilyesmi rejtély. Hogyan hozhatott létre a természetes szelekció olyan tulajdonságokat, amelyek nem elősegítik, hanem hátráltatják egy állat fennmaradását? Olyan probléma ez, amely Darwin egész elméletét alááshatná. Marion Petri viselkedés ökológus megoldotta a rejtélyes jelenséget. Darwin egy helyen azt írja, valahányszor meglátom a páva kakas uszáját, rosszul érzem magam. Ő ugyanis nem értette, hogy miként alakulhatott ki olyasmi, ami hátrányos a fennmaradásra nézve. Ha a legrátermettebb fennmaradása az érvényes vezérlő elv, akkor joggal vélhetnénk, hogy a pávának ki kellett volna halnia. Darwin azonban felismerte, hogy az evolúció nem csak a fennmaradásról szól, hanem valami más is szerepel benne. A szex. Darwin szerint a nőstények agya kulcs szerepet játszott az evolúcióban. Azzal érvelt, hogy a nőstény madarak a ragyogó tollazatú hímeket részesítik előnyben. Mivel a mutatós hímek sikeresebbek a nőstények körében, több utóduk lehet. Sok nemzedék után az élénkebb színek szétterjednek a populációban. A színtelenebb madarak pedig fokozatosan kihalnak. Több mint 100 évig senki sem vizsgálta meg, hogy ez igaz-e. Egészen addig, amíg Petri elhatározta, hogy utána jár a dolognak. Az angliai Norfolkban egy páva farmon azt vizsgálja, hogy a nőstények valóban a legrikítóbb tollazatú hímeket kedvelik-e jobban. Kutatási eszköze nem más, mint az olló. A legfeltűnőbb hímeket úgy tette kevésbé díszessé, hogy levagdosta a szemfoltokat a tollaikról. Petri és munkatársai a párzási időszakban azt figyelték, hogy vajon a díszeiktől megfosztott páva kakasokat, vagy az érintetlenül hagyott vetélytársaikat kedvelték-e jobban a lányok. Minden egyes hím párzási sikerét rögzítettük. Kiderült, hogy a díszesebb tollazatú kakasok többször párosodtak. Petri úgy találta, hogy a teljes tollazatú hímmadár kétszer akkora eséllyel párosodhat, mint a megnyírbált társa. Darwinnak igaza volt. A nőstények választása a színes madarak evolúciójának hajtóereje. Az eredmény azonban újabb kérdést vet fel. Miért választják a nőstények a ragyogó színű és feltűnő tollazatú hímeket? A válasz a hímek génjeinek minőségében rejlik. Csak a legjobb génállományú hímek elég erősek ahhoz, hogy különösen hosszú tollakat és ragyogó színeket hozzanak létre. Ha a nőstények a legszínesebb hímekkel párosodnak, biztosítják, hogy utódaik életben maradnak és szaporodnak. A nőstények választása magyarázatot ad arra, hogy miért olyan színpompásak a hímmadarak, pontosan úgy, ahogy Darwin jósolta.
Darwin elmélete ismét kiállta a próbát. Egy utolsó rejtély azonban még hátra van. A biológusoknak meg kell magyarázniuk, hogy a változás hogyan történik. Mikroszkópikus szinten miként vezet mindez az ember kialakulásához. A korábban látott bizonyítékok szerint úgy tűnik, Darwinnak igaza volt. Az élet fokozatosan fejlődött. A természet az évmilliók során a legegyszerűbb élőlényekből kialakította a mai növényeket és állatokat. Darwinnak a 19. században nem voltak eszközei a magyarázathoz. Mi azonban végre megadhatjuk a választ. Az utóbbi évtizedekben forradalom söpört át a biológián. A kutatók végre olyan eszközök birtokában vannak, amelyekkel megfejthetik a titkok titkát. Hogyan alakul át az egyik faj a másikká? Az első lehetőség 1953-ban érkezett. Megismerték a DNS szerkezetét. A DNS hordozza az élőlények felépítésének és működésének genetikai utasításait, melyet az egyik nemzedék átad a következőnek. Ha a csavarodó kettős fonalát kibontjuk, megtaláljuk a géneknek nevezett kódszakaszokat. Az emberi DNS-ben nagyjából 22 000 gén foglal helyet. Ezek hordozzák azt az információt, amely meghatározza a szemünk színét, a magasságunkat, és szinte mindent, amitől emberek vagyunk. A gének döntik el, hogy mi lesz az embrióból. Az egyik génkészlet halat eredményez, egy másik pedig békát. És a gének mesélik el a tudósoknak, hogy miként alakul át évmilliók során az egyik élőlény a másikká. A kaliforniai Berkeley Egyetemen Mike Levin professzor és végzős hallgatója Brad Davidson felfedezték, hogy egyetlen gén megváltoztatásával hatalmas ugrás következhet be a testszerveződésben. Zsák állatokat tanulmányoznak. A zsákállat nem különösebben mutatós. Ha más állatokkal hasonlítjuk össze, ám a laboratóriumban igazi sztár. A kutatók úgy vélik, a zsák állat lárvája közel áll ahhoz, amilyen az emberősei lehettek 550 millió évvel ezelőtt. Ha igazuk van, akkor az emberi szív a zsák állatéhoz hasonló szívből fejlődött ki. A mi szívünk négy üregű, a békáké vagy a kígyóké pedig három üregű. Ha még lejjebb megyünk, a halaknak két üregű a szívük. Nos, a zsákállatok szív egyetlen üregből áll, de nem kétséges, hogy rokonságban van a mi szívünkkel. Vajon ez a szerény külsejű állat elmondja-e nekünk, hogy miként alakult ki a szívünk? San Francisco mellett egy kikötőben a munkacsoport tagjai zsákállatokat gyűjtenek a kísérlethez. Davidson a laboratóriumban kivonja és megtermékenyíti a zsákállatok petéit. Ezután elektromos árammal hurkot illeszt a fejlődő embrió DNS-ébe. A művelet azonos azzal, mint amikor a zsákállat DNS-ében egy gén aktivitása megváltozik. Ám van egy jelentős különbség. Levine és Davidson lézer mikroszkóp alatt figyelik az egykamrás szívet alkotó sejteket. Rendkívüli átalakulásnak lehetnek tanúi. Ha megnézzük a zsákállat embriót, láthatjuk, hogy számfeletti sejtjei vannak. Ezek a sejtek általában a farokizmokat hozzák létre. Mi viszont ezeket a farokizom sejteket szívsejtekké alakítottuk át. A zsákállatnak most egy helyet két üreg alkotja a szívét. Ebben az esetben egy szépen kialakult hosszú szívet láthatunk. És itt van ez a kis második üreg. Az egyedi vérsejtek S alakú, csavart mozgással áthaladnak a hosszú üregen, majd fel és vissza a másodikon is. Nem olyan szívet kaptunk, ami úgy néz ki, mintha két ürege lenne, hanem a két üreg valóban működik. Egyetlen apró genetikai változással sikerült az egyszerű szívet bonyolultabb szervé alakítani. És mindezt egy nemzedéken belül.
A gének megváltoztatása laboratóriumban egy dolog, ám az evolúcióhoz az szükséges, hogy a gének a természetben maguktól változzanak meg. Kiderült, hogy minden állat, köztük az ember is, megtalálta a módját, hogy ez megvalósuljon. Ahhoz, hogy az élet utasításai átadódjanak az egyik nemzedékről a másikra, a DNS-nek másolnia kell önmagát. Márpedig, ahol másolás történik, ott hibák is előfordulnak. Azok az enzimek, amelyek a DNS folyamatos másolásáért felelősek, nem végzik 100%-os pontossággal a munkájukat. Kicsit mindig tévednek, mintha egy beépített mechanizmus működne a változás érdekében. Ezek a véletlenszerű változások az új fajok építőkövei. Amikor a DNS megváltozik, a gének is megváltoznak, és velük az állatok is. Az utóbbi évek kutatásai azonban újabb rejtélyes jelenséget vetettek fel. Amikor a biológusok az 1970-es években megkezdték a növények és állatok DNS-ének dekódolását, úgy vélték, hogy az egyik állat génjei nagyon különböznek a másikétól. Hamarosan azonban nagy meglepetésben volt részük. Kiderült, hogy a gének tekintetében mi emberek egyáltalán nem különbözünk olyan nagyon más fajoktól. DNS-ünk 96%-a azonos a csimpánzéval, 75%-a azonos a kutyájéval, és még a narcisszal is osztozunk a génjeink egyharmadán. Ha viszont ennyire hasonló a DNS-ünk, miért olyan mások a különböző élőlények? A válasz érdekében meg kell vizsgálnunk az egyik legérdekesebb átalakulást, ami valaha történt. A bálnák és a delfinek nem halak, hanem emlősök. Őseik 55 millió évvel ezelőtt elhagyták a szárazföldet, és tengeri életmódra tértek át. David Kingsley biológus a Stanford Egyetemen megoldani készül a rejtélyt, ami a cetek lábának elvesztéséhez vezetett. Ha megnézünk egy cetet, láthatjuk, hogy áramvonalas, és nagy sebességgel úszhat az óceánban. Az áramvonalasság együtt járt a hátulsó végtag elvesztésével. A cetek őseinek elülső végtagja úszóvá alakult. De miért vesztették el teljesen a hátsó lábaikat? A DNS-nek milyen változása okozta ezt? A választ a Föld egyik legkisebb hala adhatja meg. A tüskés pikónak két változata ismert. Az egyiknek vannak hátsó végtagjai, mégpedig jó okból. Ebben a ritkán látható jelenetben a tüskés pikót egy pisztránk próbálja lenyelni. A hátulsó végtagok miatt azonban a tüskés pikó túl széles, és ezért elmenekülhet. Olyan tavakban, ahol nem élnek pisztrángok, egyes tüskés pikók elvesztették hátulsó végtagjaikat, és ez sejtetni engedi, hogy a cetek lába miért tűnt el. Kingsley és munkatársai a laboratóriumban a tüskés pikók végtagjainak eltűnéséért felelős géneket keresik. Rájöttek, hogy a halak hátulsó végtagjának kifejlődését nagyrészt a PITX1 nevű gén irányítja. Csak egyetlen gén, de jelentős a szerepe. Ahhoz, hogy a hátulsó végtag kialakuljon, az szükséges, hogy ez a vezető gén a fejlődés nagyon korai szakaszában aktiválódjon, és egy egész sor más gén tevékenységét irányítsa. A hátulsó végtaggal bíró, illetve a hátulsó végtag nélküli halakban egyaránt ott van a PITX1 gén. A különbség nem magában a génben, hanem a szomszédos DNS szakaszban rejlik. A hátsó végtaggal rendelkező tüskés pikókban a DNS úgynevezett regulátor szakasza válaszol egy kémiai ingerre, és bekapcsolja a PITX1 gént. A hátulsó végtag növekedni kezd. A hátulsó végtag nélküli tüskés pikókban azonban a regulátor szakasz apró változása inaktiválja a gént. A gén nem működik, amikor kellene, ezért a hátulsó végtag nem fejlődik ki. Kingsley és csapata szerint, ami a tüskés pikóval történt, az esett meg a cetekkel is. A regulátor szakasz kis változása a cetek őseiben kikapcsolta a PITX1 gént, ez pedig megállította a hátulsó lábak fejlődését.
A géneket be- és kikapcsoló regulátor szakaszok felfedezése rávilágít arra, hogy miként alakul át egyik faj egy másikká. Arra is magyarázatot ad, hogy miért olyan hasonlók az állatok. Az egyik szélsőséges nézőpont szerint minden állatnak, a legegyszerűbb férektől az emberig, nagyjából ugyanaz a génkészlete. Hogy a különféle állatcsoportok miért különböznek egymástól, az annak köszönhető, hogy a gének más és más módon aktiválódnak. A genetika új tudománya kimutatta, hogy az evolúció gyorsabban és könnyebben halad, mint ahogy azt a tudósok gondolták. Ellenfelei több mint 140 éve támadják Darwin elméletét. Ha viszont a bizonyítékokat nézzük, az ellenvetések nem állják meg a helyüket. A tudomány egyenként megállapította róluk, hogy tévesek. A bizonyítékok oly számosak, hogy minden józan belátású szakember ténynek tekinti az evolúciót. Hogy Darwin tévedett, ezt senki nem gondolhatja komolyan. Még hogy nem volt igaza, ő volt az egyik legelső ember, akinek volt annyi intelligenciája és képzelőereje, hogy pontosan megértesse, mi is az az evolúció. A rengeteg információ, a hatalmas mennyiségű ismeret igazolta Darwint általában, és minden részletében is. Mindig lesz, amit nem tudunk a természetről, de amit tudunk, az olyan alaposan és olyan elegánsan tárja elénk az evolúció történetét, benne a mi saját evolúciónkat is, hogy megkerülhetetlen ténynek kell tekintenünk. A természetes szelekció nem csupán az egyik magyarázat a természet sokféleségére, hanem az egyetlen észszerű magyarázat is, legyen szó akár a virágok színéről, akár a bálnák úszójáról. Az élet káprázatosan gazdag és változatos. Valóságos csodának tűnik. Ám az igazi csoda az, hogy egyszerű természeti törvények hozták létre ezt a sokszínű és különleges világot. Csoda az is, hogy a természet egyik saját alkotása, az emberi elme képes megérteni, ahogyan mi magunk idáig eljutottunk. Magyar szöveg dr. Merkl.